Sziasztok, ez egy Urbex videó lesz, ott már úgyis olyan régen volt, egy elhagyott épületet fogok megnézni. Ezt nem mondom meg, hogy hol van, de ezt nézzétek itt. És akkor itt van egy luk, itt be is tudok majd menni. Nézzétek, egykor ez egy luxus villa volt, hát most már nem sok maradt belőle, le is jött a tetőszerkezete, le is égett. És akkor ezt nézzétek, itt azon az ablakon be tudtam mászni. Azért óvatos vagyok, mert ki tudja, hogy ugye maga az épület nagyon régóta lakatlan, de attól még hát úgymond nem hivatalos lakói lehetnek. De gyakorlatilag teljesen szétlopták már. Úgyhogy az is érthető, ha már nem őrzik, mert igazából innen már nincs mit ellopni. Hát látjátok, graffiti az azért van. Na ide vajon mitől kezdett el így lemerülni az aksim? 8 perc nyaksim van. Ez hogyan? De nem, van baj, szerencsére van nálam tartalék. Fogok majd mesélni, mert van a háznak egy szomorú története is, de mindent a maga idejében. És én próbálom csak simán körbejárni. Azt nézzétek. És mondtam, hogy ez egy ilyen luxus villa volt. Akarom felmenni az emeletre. Ezt nézzétek. Csak nem egy telefon búzna. Ide van, az meg úgy néz ki, mint egy telefon búzna. Ott egy WC, meg egy mosdókagyló. Egyébként szerintem a fürdőszoba vagy a konyha az itt lehetett. Hát ennyi maradt a vezetékekből. Itt pedig szintén egy terasz féleség lehetett. Mondom, hogy be is le fogok menni mindjárt. És itt lejöttünk a lépcsőn. És ezt nézzétek. És figyeljetek, hogy mi van itt. Ez egy úszómedence. Egy beltéri úszómedence. És ezek is tolóajtók voltak ám, tehát innen ki lehetett menni a kertbe. Semmi. Nézzünk el erre, még ott is van egy ajtó. Tényleg meg, mint ha leszették volna a csempéket. Egy WC volt. Most azt nézzétek. Ezek is elpusztítottak van. Hát azt lehet, hogy hajdó bojlár. 80 fokra van állítva. Hát igen. És itt van még egy graffiti. Na, akkor másszunk ki rendesen. És itt kísérteties. Az egész épület. És itt is egy kiárat a kertbe. Aha. Amaz már a szomszéd. Akkor oda nem megyünk. És itt van a villanyóra bekötés. Vagy ha itt voltak a villanyórák. És akkor ezt nézzétek. És akkor menjünk fel. Itt volt a tetőszerkezet, ami már leégett, és ezt nézzétek. Hát a természet visszaveszi, ami az övé. Ó, azt nézzétek, az egy bakelit lemez. Semmi, hát kicsit megolvad már. Bartók Béla. Hát
ez már biztos nem lejátszható. Egy kisebb szoba. És még egy. Jó, és WC. Aha, itt is van egy WC. És itt meg még egy szoba. És akkor egy fürdőszoba. És itt a fürdőkád megmaradt. Van itt egy-két mécses egyébként. Ezek sem véletlenül vannak itt. De majd történetben majd később mesélek. Jaj, hú. Ezt a neki. Ezt nézzétek. Tényleg kilátását. Két konnektor azért még megmaradt. Ráadásul fölleletlen konnektorok. Hát igen, erre mondtam, hogy azából amit el lehetett lopni, azt már innen ellopta, tehát nagyon nem éri megőrizni. Mondja a pitypang. Hoppá. Hát arra nem fogok rálépni. Nézzünk el erre. Hát itt is aztán bármi lehet. Ugye ott van azért a villanybekötés. Kábelek a falba. Óvatosan, lábunk elé nézve. Gyertek, ha. És valószínűleg, mikor leégett itt a tető, akkor szedték le ezeket a hullámpalákat, ami még úgymond menthető volt, és itt vannak a cselepek. És valószínűleg az a fekete volt, ez is valószínűleg korom. És ott már fal is kinőtt a tetőn. Jó, semmi. Hát még elmegyek arra, hogy szétnézek, de szerintem itt nagyon más látivaló nincsen. Meg hát mondom, láb elé néző sem, mert bárhol lehet egy luk. Ezért nem érdemes kockáztatni, hogy kimásszak. Hát azt nézzétek, ott van egy nagy luk, és ki tudja, mennyi van még, amit esetleg nem veszek észre. Meg hát a tető is, hát hogyha oda rálépek, nem biztos, hogy meg fog bírni, úgyhogy én ezt most nem vállalom be, de tessék, megmutatom nektek, így néz ki. De nincs itt igazából már semmi. Ott a vége, és ennyi. Nincs itt már semmi látni való. Hú, de azért nagyon kísérteties ez az egész épület. De szinte érzem a negatív kisugárzás rajta, pedig nagyon hiszek az ilyen dolgokban. És akkor itt vagyunk a kertnél.
most már csak ki kéne innen mászni valahogy. Szerintem már mindent láttunk, amit látni akartunk, szerintem még többet is. De nagyon, nagyon pada ez a hely. Jó, hogy nem sötétbe jöttem, bár még akkor meg fényképezni úgy csatottam volna.